Visszatérés Indiába, másodszor szerepel a korábbi válogatott középpályás az ottani Superligában, a két és fél hónapba sűrített focibajnokságban, most a Mumbai City-vel vezetik a tabellát, Diego Forlánnal együtt játszva, Vadósz Krisztián gólerős alapember a csapatban, most őt kapcsoljuk, szia, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt minden nézenek! Krisztián, hát ugye visszatérő vagy Indiában, Ö, nagyon bejön neked ez a bajnokság, ez a közeg? Hát ezek szerint igen, és hát ahogy az új játékosok mondják, ők is, ők is úgy vannak vele, hogy, hogy nem számítottak ilyen, ilyen hangulatos mérkőzésekre, ilyen jó mérkőzésekre, tehát ez is alátámasztja a, a döntésem helyességét, hogy, hogy, érdemes volt visszatérnem, és hát eddig hát jól alakulnak a dolgaink. Igen, mindjárt beszélünk róla. Itt egy 10 hétre összesűrített bajnoki idényről van szó, elszállásolás négy hónapra egy luxushotelben, három-négy naponta meccsek nagy utazásokkal. Hát ebben a fajta légiós életben mi a legnehezebb, Krisztián, és nézzük azt is, hogy mi a legkellemesebb. Hát nagyon jó felvázoltad. A legnehezebb kezdeném természetesen a, a feleségem távol léte azért, azért nem olyan egyszerű. Ö, ö, egyszerűbb az élet, amikor, amikor közelebb vagyunk egymáshoz fizikailag. azt lesz számítva viszont minden más nagyszerűit, ahogy mondtad, ugye két és fél hónap alatt játszunk 14 meccset plusz a rájátszást. Mi abszolváltuk a, a az első felét a bajnokságnak leghamarabb, 21 nap alatt játszottunk 7 mérkőzést, 11 pontot gyűjtöttünk, jelenleg vezetjük a tabellát, de az csalók is lehet, hiszem, hiszen a, a többiek még egy, talán két meccsel is kevesebbet játszottak, de attól függetlenül tényleg azért jól összeállt a csapat. Sérülésekkel sajnos azért bajban vagyunk, hiszen, hiszen tényleg azért megköveteli a, a, játékosoktól, hogy nagyon fittek legyenek és szerencsések, hogy ne sérüljenek meg. Hát sajnos állunk már két ember hosszabb időre is kidőlt, illetve vannak hárman-négyen, akik akik egy-két hétre, tehát ö, én nagyon örülök, hogy végig tudtam játszani ezt a, ezt a hét mérkőzés sérülés nélkül. Most van egy hetes szünetünk, ö, ami, ami felér egy, egy hónapos vakációval is, hiszen, hiszen a, a három naponta játszott mérkőzések közt ö, ugye mindig repültünk, utaztunk, tehát ö, Hát fárasztó. Hát, iszonfár... hát hát, igen, gondolom, hogy ez, az gyakorlatilag az ember eh, focizik, edz, kajál és alszik eh, ilyen tempóban. Egyébként teljes az izolációtok ott, eh, vagy előfordulat olyan, hogy békésen sétlágatsz egy nagyot eh, Bombé utcáin csak úgy, mert kedvet szottyan, vagy pedig semmi olyan, hogy leugrok egyet, eh, mert hogy mindenki a, a hotel az olyan, mint mintha várba lennétek. Hát eh, elég el vagyunk eh, szeparálva a mumbai élettől. Leugrani csak úgy nem lehet, mindig szólni kell, illetve ugye mindig hát testőrök vigyáznak ránk, nem azért, mintha óriási szükség lenne, de mégis azt szeretnék, hogy, hogy hát teljes legyen a, a, a játékosok nyugalma. Hát igen, igen. Kicsit, Hávala, kicsit. Nézzük, kicsit. A, valamilyen módon ti szent tehenek vagytok, azt lehet mondani abban az országban. A Mumbai City jobb csapat a Pune city -nél? Ö, más volt a kettő, hiszen az a, az a legelső éve volt az egész indiai ö, szuperligának, amikor még ö, hát ugye ö, megpróbálták attraktívvá vonzóvá tenni külföldiek számára a bajnokságot. Ö, most, most már sokkal rutinosabbak a, a csapatok is, a, a, a vezetőség, a játékosok is ö, ö, nagyobb figyelemmel vannak kiválasztva. Ezért is örülök, hogy, hogy hát ismét bizalmat szavaztak nekem itt az indiai ligába. Azért is kérdeztem, mert hogy az ottani teljesítményed alapján kerestek-e meg? Nyilvánvalóan itt folyamatosan figyelik azért az európai, meg a brazil szóval az egész világ futballját és csábítják a játékosokat, de hát neked volt egy névjegyed már az alapján, vagy most újra ott? Hát így van, tehát az, az volt az alapja mindennek, és hát attól függetlenül, tehát az azért már a múlt, az két éve volt hát az alatt, a két év alatt azért jól kellett teljesíteni, tehát hogyha, hogyha lerobbantam volna, akkor, akkor nem biztos, hogy uh, ismét bizalmat szavaznak, illetve hogyha nem teljesítettem volna két éve jól a, a Pune akkor, akkor szintén uh, nehéz lett volna visszakerülni. Brazil focit játszottok a brazil edzővel? Ugye te alapember vagy, erről beszéltünk, végigjátszod a meccseket, védekező szerep szerepkörben? Hát ilyen mindenes középpályás, tehát azért, azért, engednek teret, ahogy ugye az egyik mérkőzésen még több teret engedtek nekem, és, és, és sikerült dupláznom. Hát ilyen, ilyen mindenes körben vagyok, ami, ami már hosszú évek során kialakult, tehát abszolút a karakteremnek megfelelő poszton játszok. Hál' Istennek ugye a, a támadó sorba ugye Argentin, Brazil, Uruguayi, triunk van, vagy, vagy haiti játékos, tehát mindőjükkel tudok beszélni a saját anyanyelvén, illetve hát az indiai játékosokkal pedig ugye angolul. Van-e idő egy ilyen közegben jobban megismerni a kollégákat, a társakat? Például az említett Uruguay, akire utalsz, itt 37 éves táratok, Diego Forlán. Jó arc? Hát persze, hogy jó arc. is egyébként már úgy nézett ki, hogy hogy teljesen normális és közvetlen. Hát nem, hogy csapattársként nyilván most közös sikerekért hajtunk, és amit kérdeztél, hogy van-e idő megismerni egymást, hát, hát csak arra van idő. Tehát itt, itt össze, vagyunk, össze vagyunk zárva, és, és inkább már azt a lehetőséget keresünk, amikor, amikor nem vagyunk együtt. Tehát jó, így világos. Így egy kicsit olyan ez, mint egy valóság, hogy már néha elegetek van egymásból, annyit lehetek összezárva. Ahogy elmítetted, vezetitek a bajnokságot, egyel több meccset játszottatok a, a legtöbb ellenfélnél. Milyen deklaráciai vannak ennek a klubnak, ennek a csapatnak ebben az idényben? Mivel az első két szezonban nem sikerült elérni az első négy helyet, tehát ami a rájátszást érő, érő helyeket illetően, Ö, nyilván idén ez lesz a, a, legnagyobb feladatunk, és remélem, hogy, hogy inkább ö, egy mérföld mérföldkővé tudjuk ezt átalakítani, tehát, tehát ö, nyilván, hogyha az első négybe végeznénk, akkor, akkor, mennénk tovább, tehát ö, a, utána a rájátszásba is úgy kellene szerepelni, hogy nyilván a, a döntőig menni, és, és ott nyerni, de mondom, tehát az első lépés az az, hogy az első négybe legyünk benne, ami még ugye nem sikerült ez alatt a, az első két kiírást van, tehát egyenlőre, egyenlőre jól alakulnak a dolgok, de de hát itt gyorsan változnak a dolgok. Világos. Szóval. Cél, cél a rájátszás. Na most két éve is kérdeztem, a liga fejlődésem miatt indokolt újra feltennem a kérdést, hogy milyen erős most ez az indiai szuperbajnokság, ez az első osztály most jelen állapotában melyik európai bajnoksághoz tudnád hasonlítani a játék erejét? Uh, uh, nyilván, nyilván fejlődött, nyilván az indiai játékosok is most már nem olyan megilletődöttek, hogy melyik bajnoksághoz, hát uh, igazából bármelyik ilyen nyugat-európai bajnokság, amelyik nyilván nem több bajnokságról beszélünk, tehát nem, nem spanyol-angolról. Hanem holland-belga, uh, ilyesmi, portugál. A maga, maga karakterét illetően rengeteg ugye dél-amerikai játékos is szerepel, tehát... Legyen a portugál? Hát esetleg, uh -huh. esetleg az hát. is lehet, de, de lehet svájci, dán, holland, tehát bármelyik bajnokságban Igen, Hát az el, ez, ez, ez azt hiszem, hogy elég jó belőttük. Térjünk egy pillanatra még a válogatottra az veled kapcsolva mindig kérdés, hiszen öt éve szerepeltél legutóbb a csapatba. Mit gondolsz, amilyen erőállapotban vagy, ahogy megy, ott nagyon távol, hát illetve a világban már sincs, semmi nincsen távol igazából, de mégiscsak távol vagy földrajzilag. Szóval most is beférnél? Hát a, amíg nem vonulok vissza, addig, addig szerintem ö, nagy esélyem van rá, nyilván, hogy az elmúlt öt évben nem kerültem szóba, ez ez csökkenti az esélyeket, de, de, hát a teljesítményem ez alatt az idő alatt is, is ugyanolyan jó volt, nyilván tapasztalatabb váltam, még több bajnokságba szerepeltem, még több helyen álltam meg a helyem, szóval én mindig úgy készülök, ami, ami nem jelent extra készülés, mert, mert az a dolgom, hogy, hogy jó játszak, meghatározó ember legyek a, a saját csapatomba. Most utána másnál van a labda, és és hát én nem akarom feladni úgy a, a, magas labdát, hogy, hogy, hogy rosszul teljesítek, és akkor, akkor nincs is miről beszélni. Amíg egészséges vagyok, és a, a, a pályán jól mennek a dolgok, addig, addig mindig várom a lehetőséget. Szóval te készen állsz, hogy figyeljenek rád. India után mi következhet? Az rendben van, hogy vissza lehet térni ezek szerint egy jó játéka rendszeresen oda, de látunk-e európai bajnokságban, európai csapatban ezt követően majd újra? Hát nyáron is volt ajánlatom Európából, nem tudom, hogy hogy, hogy lesznek, mind lesznek a, a dolgok. Nyilván a, a téli piac, az, az majd ahogy, ahogy közeledik a december, akkor akkor lehet jobban látni, hogy, hogy hol van szükség ö, esetleg rám is. Ausztráliában is tavaly jól mentek a dolgok, tehát ö, ott is már folyamatosan beszélek az edzővel, tehát ö, hát ő számítana rám, ugye a a de nyilván ez, ez majd sok dologtól is függ, tehát ö, igazából maradt még több, több mint hét mérkőzésem, remélem, hogy ott jó teljesítmény nyújtok, és utána pedig a, a menedzserémet tudom ütni, hogy hát az alapot megadtam, és akkor, akkor legyenek szívesek az a, a íjra föltenni a pontot. Krisztián, további jó játékot kívánunk neked, és akkor hát remélem, hogy folytatjuk a és majd a megnyert bajnoki döntő után. Köszönöm, hogy velünk voltál, szia! Úgy legyen, köszönöm, szia!